Nagyvárad első magyar tannyelvű középiskolája, az Ady Endre Liceum az Orsolyita rend épületében működik. Amikor visszakapták tulajdonukat a nővérek, 10 évre szóló szerződést kötöttek az önkormányzattal. A tavalyi év végén a rend kivonult Romániából, az épület tulajdonjogát a Római Katolikus Egyházmegye vette át. A tulajdonosváltás szükségessé tette a bérleti szerződés megújítását, ami azóta sem történt meg. Így jelenleg az iskola jogtalanul tartózkodik az épületben. Szeretnénk reménykedni abban, hogy a reprezentatív szülőbizottság és a tanári kar levele nyomán megszületik az a bölcs döntés, amely lehetővé teszi, hogy a Nagyváradi Ady Endre Liceum, amely a nagyváradi és a bihari oktatásnak a bástyája itt maradhasson ebben az épületben, hiszen itt nem csupán a tartózkodási helyről van szó, hanem arról a szellemiségről, amely 240 éven át hagyományozódott nemzedékről nemzedékre. Az Orsolyita rend nővérei a bérleti díjból és egyéb adományokból restauráltatták az épület teljes homlokzatát. Munka azonban még akad, hiszen cserélni kell a fűtés és vízvezeték hálózatot, fel kell újítani az épület teljes belső terét. Ennek ellenére az önkormányzat sokalja a bérleti díjat. Praktik noiam cerut micșorarea chiriei care o plătim în acea locație, tocmai pentru că avem o serie de spații care aparțin primăriei, în care teoretic am putea muta acest liceu fără să plătim chirie, dar în aceste zile se poartă negocieri cu episcopia, în cazul în care vom ajunge la o negociere bună. Az önkormányzat RMDS frakciója elfogadhatatlannak tartja a középiskola elköltöztetését. Ha szükséges, akár az utcára vonulástól sem riad vissza. Vannak más épületei a városnak, iskolai épületei, ahol esetleg elköltözhetetné az Ady gimnáziumot. Mi úgy gondoljuk, ez nem egy járható út, már csak azért sem, mivel hogy ezt a pénzt, amit a város tulajdonképpen kifizet havonta, amióta létezik ez a gimnázium, is vissza volt szolgáltatva az egyházi közösségnek, jelen esetben a Római Katolikus Püspökségnek, mindig, minden egyes évben az épület karbantartás és felújítására költöttek. Az önkormányzat és a Római Katolikus Egyházmegye vezetősége ma délben ült tárgyalóasztalhoz. Annak érdekében, hogy az iskola a jelenlegi épületben maradhasson, az egyházmegye vezetősége engedményeket is tenne. Az eddigi bérnek a csökkentését szeretnék ugye kérni. Egészen pontos számokról nem volt szó. Megfontolandó, illetve számunkra ugye most itt a lehetőség és itt a feladat, hogy megfontoljuk ennek a lehetőségét, hogy körülbelül mennyi az az összeg, amit elfogadhatunk. Az épületben 1772 óta iskola működik. A város egyik kulturális központját jelenti mind a mai napig. Idén közel 1000 diák végzett a tanintézetben. Az iskola sorsáról várhatóan a jövő hét elején döntenek.